erre, hogyha felébresztenél gyerekek. Benne vagytok? Elszámolok négyig, s négyre ezt a vadász cimborámat vadliba nyelven felébresztjük, amit megtanultunk. Benne? Számolhatok? Igen? És szombaton védelmi temekre ébredt a budafoki piac tér. A 34. budafoki pezsgő és borfesztivál gyerekközönségét a Csörömpölők együttes köszöntötte. Ember, ha maga meg elalszik! A Csörömpölők együttes 2006-ban alakult a kecskeméti főiskolán, egy szobában tulajdonképpen, és akkor még 80 voltunk, és az egyik zenésztársam mondta azt, hogy legyen már valami frappáns, ő már nem játszik velünk azóta, legyen valami frappáns, olyan, hogy esetleg az emberek viszonylag gyorsan megjegyezzék, meg arra utal leginkább, hogy nem feltétlen teljesen profi zenészek vagyunk mi, hanem mindenki mellette pedagógus, és innen származik a Csörömpölők együttes neve. Meg kell találni azt a rést, amit még műsor közben is, amit tudjuk, hogy jó lehet. Tehát meg kell találni azt a dalt, amit tudjuk, hogy jó a közönségnek, és jó nekünk is. És föl kell vezetni egyfajta pedagógiával, hogy ők biztosan felálljanak rá táncolni, vagy mozogjanak rá. Ki lehet találni olyan trükköket, olyan szavakat, mondatokat, amire biztos, hogy vevő lesz a közönség, és biztos, hogy fölállnak. És itt nálunk is volt ilyen, például az ugrótáncot jókedvemből bevezetése volt olyan, hogy egy számolás, egy vicces dolog, amiben biztos, hogy a gyerek is részt szeretne venni, főleg, hogyha egy picit füllentünk, és az elején még mondjuk is nekik, hogy most figyeljetek, mert füllentés következik, nem teljesen igaz az egész történet, amit elmondunk, és akkor vevők rá, mert már értik ezeket a poénokat, és így sokkal könnyebben fölállnak rá. Az elhangzó dalok szövegét figyelve hamar kiderült, hogy a színpadon muzsikáló együttes célja nem csupán a gyerekek és szülők szórakoztatása, de pedagógus mi voltukat nem megtagadva, tudás átadása a cél. Számomra nagyon fontos volt, amikor megalapítottuk ezt a zenekart, hogy ne csak muzsikáljunk, hanem valamilyen értéket is közvetítsünk, és a gyerekeken keresztül közvetítsük mindezt. Nagyon sok család jár a koncertjeinkre, és nagyon élvezzük ezt, hogy a felnőtt is ugyanolyan jól tud szórakozni, mint a kisgyermek, és természetesen ezt tudatosan alakítottuk ki így. A cél az mindig ugyanaz, hogy tanítsunk is, neveljünk is ezekkel a dalokkal. Ne csak bolondozzunk, hanem ha legyen mondani valója minden egyes dalnak, minden egyes versnek, direkt válogatjuk ezeket a verseket, például a halak megismerése. Ez egy nagyon jó példa erre, hogy soroljuk fel, hogy milyen halakat ismernek a gyerekek. És nem 100%, hogy mindenki ismeri a márnát, a küszt, meg a kecsegét, meg a süllőt, de így hát, ha néhányat megjegyez belőle. És természetes közelebb próbáljuk őket is terelni, mert ezzel tanítjuk tulajdonképpen őket is, sokszor a szülőket is. Ez lehet a cél. Ahogyan ér reggel, ma közben is.